Előkészítő ülésen 15 év fegyházra ítélték, és 5 évre eltiltották a közügyektől azt az idős férfit, aki tavaly decemberben megölte élettársát Városföldön. A kecskeméti törvényszék ítészei megállapították, hogy a férfi italozó életmódot folytatott, élettársa és közötte elhúzódó családi konfliktus volt. 2018. december 15-én egy nézeteltérés odáig fajult, hogy a férfi az ágyon fekvő 67 éves nőt többször fejbevágta, ököllel is bántalmazta, és egy körülbelül 13 cm penge hosszúságú késsel mellkason szúrta. Ezután a házban lévő gázpalackot megnyitotta és távozott a helyszínről. A ház közelében saját bal karján vágott sebet ejtett. A vádlott beismerte bűnösségét. A büntetés kiszabásakor a kecskeméti törvényszék enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, megbánó magatartását, beismerését, valamint hogy az egyik bűncselekmény kísérleti szakban maradt. Az ítélettel szemben az ügyész fellebbezést nyújtott be súlyosbítást kérve, míg az ítéletet a vádlott és védője tudomásul vette. A fellebbezést a szegedi ítélőtábla bírálja el.